Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, kérem tekintsék meg képes előzetesünket. Előre hozták a képviselőtestületi ülés Tolnán. Jó tanulók, jó sportolók vehették át díjaikat 2 év kihagyás után. Luca napi hagyományőrző foglalkozása Magházban. Adventi hangversenyt adott az Ad Libitum. Elfogadták a síkosságmentesítési tervet, várják a bölcsődei vezetők pályázatát, átadják a vízi közmű vagyont az államnak, és próbálják a Mözsi postát újra kinyittatni. Többek között ezekről esett szó a legutóbbi képviselőtestületi ülésen Tolnán. Előrébb hozták a decemberi rendes képviselőtestületi ülést Tolnán, hogy még az idén el tudják indítani egy-egy ügy menetét. Több fontos dologról is szó esett, például az önkormányzat döntött arról, hogy a vízi közmű vagyonát szándékai szerint a magyar államra átruházza, tehát átadja ingyenesen, és csatlakozunk ahhoz az egyébként az erőszolgáltatási területén már minden önkormányzat csatlakozott ehhez, tehát ezzel a nem csak a vagyont, hanem a feladatot is át fogjuk adni a nemzeti vízi közmű részére. A tárgyalások majd folynak, és a szerződés végleges aláírása előtt még a képviselőtestület jóvá fogja hagyni annak tartalmát. Nincs más út, tehát, hogy sajnos azokat a borzasztóan magas energiaszámlákat, amiket az erővnek fizetnie kell, nem tudják, és állami támogatást csak akkor kapnak, hogyha a későbbiekben ők lesznek a szolgáltatók is, tehát az államra átruházzuk ezt a feladatot. Itt voltak viták, de végül is a képviselőtestület úgy döntött, hogy átadjuk ingyenesen az állam részére a vízi közmű vagyont. A napi rendek között szerepelt a város bölcsödéje is. Itt több mindent meg kellett tárgyalniuk a képviselőknek. Még sose álltunk ennyire közel ahhoz, hogy Tolna városában megnyisson az új bölcsöde, ami várhatóan április 1-től fog működni a városban. Itt több intézkedés is kapcsolódott ehhez a bölcsödei működtetéshez. Felállítottunk egy bizottságot, egy szakmai bizottságot, aki majd véleményezni fogja az igazgatói pályázatokat, és várhatóan februártól már intézményvezetője lesz az új bölcsödének. Döntöttünk arról is, hogy egészen addig, amíg az új bölcsöde nem indul meg, addig az eddigiekben megszokott módon a két alapítvány, illetve egyesület által működtetett családi bölcsödékbe járó gyermekek szüleit támogatjuk. Minden bölcsödébe járó gyerek után az önkormányzat 1000 forintot fizet a szülőknek azon a napon, amikor be is megy a gyermek az intézménybe. Amelyik hétköznap betegség vagy egyéb miatt nem mennek a kicsik bölcsibe, aznapra 500 forint támogatást biztosít az önkormányzat. Mert nyilván a bölcsödé működtetése akkor is pénzbe kerül, és a térítési díjat a szülőnek akkor is ki kell fizetnie a bölcsödébe, hogyha nem megy a gyerek. Mert akkor is van munkabér, akkor is van rezsi. Úgyhogy ez egy korábban jól bevált gyakorlat volt egyébként, hogy abból a térítési díjból, amit a szülő fizet a bölcsödében, abból egy részt átvállalunk ilyen módon, hogy 1000, illetve ha nincs ott a gyerek, akkor 500 forintot vállalunk át. Egyelőre úgy döntöttünk, hogy április 1-ig, tehát vagy március 31-ig, addig, amíg nem nyílik meg az új bölcsöde, nyilván nekünk az a célunk, hogy a gyerekek az önkormányzati bölcsödébe járjanak. Itt is lesz majd térítési díj, itt is kell majd fizetni a gyerekeknek az étkezésért, de azt gondolom, hogy mivel lesz egy saját intézményünk, így a mi célunk az kell, hogy legyen, hogy elsősorban ezeket a gyerekeket, szülőket támogassuk, aztán majd a jövőben eldöntjük, hogy a magánbölcsödébe járó gyermekeket, illetve azok szüleit támogatni fogjuk-e. A város síkosságmentesítésének tervét is elkészítette a Telena Kft., ezt is elfogadta a testület. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a Telena Kft. A megszokottakhoz, vagy ugyanúgy, ahogy az elmúlt években végezni fogja a feladatát. Nyilván a fő közlekedési utakat, amik a magyar állam tulajdonában vannak, a közút fogja takarítani, és az összes többit pedig a Telena Kft. Nem csak saját dolgozóival, hanem alvállalkozókkal is akár. Azt is el szeretném mondani, hogy 5 cm hóesés alatt nem tudnak havat takarítani, tehát hogy egész egyszerűen
ez a kotrógép nem működik, és az 5 centi alatti havat nem tudja eltolni. Tehát igyekeznek mindig az időjárást figyelve alásózni már a hóesés előtt és a jegesedés előtt. Én azt gondolom egyébként, hogy az elmúlt években azt tapasztalhattuk, bár kétségtelen, hogy nem volt nagy hó és nem volt nagy hideg az elmúlt években, de a város útjai járhatóak voltak mindig, és mi úgy látjuk, hogy ez a jövőben is így lesz. Mostanában az egyik sarkallatos téma a városban a Mözsi posta bezárása. Erről is értekeztek a képviselők a legutóbbi ülésen. Valamennyien tudjuk, hogy a megemelkedő energia árak voltak azok, amelyek a postát ilyen intézkedésekre késztették, vagy kényszerítették, de mindezek ellenére a képviselőtestület felhatalmazott arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezzek a postával, hogy milyen megoldások lehetségesek, és nyilván, hogyha ennek anyagi vonzata van, akkor a képviselőtestület a későbbiekben dönteni fog róla. A környező településeken hallottam már olyan településeket, polgármestertársaimmal egyeztettem. Van lehetőség arra, vagy adódhat lehetőség arra, hogy egy postát újra nyissanak, ha az önkormányzat ennek az anyagi vonzatát biztosítja. Ez is egy lehetőség, de én azért szeretnék arról is tájékozódni, hogy van-e mód arra, hogy esetleg mobilpostával, vagy a kis településeken szokásos módon, hogy egy boltba helyeznek el postai szolgáltatásokat, akár ilyen módon lehessen a mözsieknek újra postai szolgáltatásuk. Azt is tudjuk, hogy a Mözsi posta borzasztóan elavult épület. Én azt gondolom, hogy esetleg még arra is lehet forrást találnunk, hogy azt egy kicsit felújítsuk. A mözsieknek ugyanúgy szükségük van a jó szolgáltatás elérésére, vagy a postai szolgáltatás elérésére, mint a tolnaiaknak. És nagyon érdekes egyébként, hogy inkább a tolnaiak jártak Mözsre postára, mert ott valahogy gördülékenyebben mentek a dolgok. Ha a magyar posta erre nem tud megnyugtató választ adni, akkor akár még az önkormányzat is ebben segíthet. Nekünk nyilván az az érdekünk, hogy a mözsi-tolnai emberek minél jobb szolgáltatást kapjanak, és még egyszer mondom, meg fogom keresni a Magyar Postát, és azokat a lehetőségeket a képviselőtestület elé fogom tárni, amik esetleg, ha nem is az újranyitást, de a postai szolgáltatást biztosítani tudják majd a mözsiek számára is. A polgármester hozzátette, reméli, sikerrel jár majd a szolgáltatónál, és 2023 évelején újra kinyithat a tolnamözsi posta. Utoljára 2019-ben rendezhetett a jó tanulóknak és a jó sportolóknak díjátadó ünnepséget Tolnaváros önkormányzata. A veszélyhelyzet elmúltával így most több évre visszamenőleg is megünnepelhették azokat, akik nap mint nap erőfeszítéseket tesznek a sportpályákon és az iskolák padjaiban. A díjazottak közül többen nem csak egy esztendőben teljesítettek példaértékűen. Azok a kiválóságok, akik most itt ülnek az első két sorban, azok milyen fantasztikusan teljesítettek akár a tanulmányaikban, akár a sport teljesítményükben. Mert, tette hozzá köszöntőjében a Perszolfer Ágnes polgármester, sokan mondják, hogy a részvétel a fontos, ami persze igaz, de azért nyerni és kimagaslót alkotni, akár a sportban, akár a tanulásban, mégiscsak más, mégiscsak különlegesebb. Nos, azok, akik meghívást kaptak a díjátadóra, ezt pontosan tudják a saját tapasztalataik alapján. Megérezték már a győzelem ízét, többen nemzetközi szinten is, és megtapasztalták saját bőrükön is, hogy a sikert nem adják olcsón. Itt van például Kis Gréta Anett, aki visszamenőleg 3 évre vehette át az elismerését. Az is elhangzott a méltatásában, hogy nem csak a focipályán nyújt kiemelkedő teljesítményt, de majd minden tantárgyból dicsérettel végez az iskolában is évek óta. A sport szeretete sarkalja egyre jobb teljesítményekre. A tanulás az meg már egyértelműen jön abból, hogy én sportember vagyok, mindenhol szeretek úgy teljesíteni, hogy a maximumot hozzam ki magamból, és hát igazából ez. Tévedés azt hinni, hogy mindez nagyon megterhelő lenne. Ha az ember szereti csinálni, akkor ez nem megterhelő, mondja Anett.
mindig arra van időnk, amit szeretnénk, arra van időnk, szóval én így osztom be ezt az egészet. Szeretném ugyanígy folytatni a sportot, a tanulást is, szeretnék jó eredményeket elérni. Hát én úgy gondolom, hogy egy nő nem tud megélni a fociból, de amúgy sem, mert bármi lehet, és mellette kell egy szakma is, egy alaptudás, hogy én máshova is eljussak az életben. És hogy miért van a foci? Tesóm focizott, lementem hozzájuk edzésre, és én azóta imádom. Apukám is focizott, papám is, ilyen focis családban. A díjazottak között voltak olyanok is, akik két sportágban is remekeltek. Fiatal koromban apukám megmutatta nekem a sakkot, és eléggé megtetszett nekem. És a kajak az meg úgy jött, hogy egyszer elmentünk egy ilyen majálisra, Szekszárdra, és ott a testvéremet oda hívták egy ilyen kis tóhoz, és ott ő elkezdte, és neki tetszett, ezért én is elkezdtem. És akkor így elkezdtem a kettő sportot egyszerre. Igazából mindkettőt mondom magam, szóval leginkább sportolom, mindkettő annyira nagyon fontos. A sakk az leginkább ilyen elméleti sport, szóval ott el tudsz mélyülni a dolgokban. A kajak az meg fizikális, és ez a kettő így egész jól kiegyenlíti egymást. Egész jó a probléma megoldó képességem ugye emiatt, meg ugye a sakk az sok mindenre is tanít, például türelemre, meg ilyen általános dolgokra. Mindennek megvan a fontossági sorrendje, és ezért az iskola is ugyanolyan fontos, mint bármelyik sport. És leginkább az iskola, mert ugye tovább szeretnék tanulni, úgyhogy ezért fogorvos szeretnék lenni. Acsádi Petra néha a labdát rúgja, és ha a helyzet úgy adódik, az ellenfeleket is, mert hogy a másik választott sportja a karate. Nem mellesleg a 2021-22-es tanévben tanulmányi átlaga kitűnő volt, 10 tantárgyból kapott dicséretet. Igazából a két sportot már kiskorom óta űzöm, és igazából ilyen napi rendemmé vált, hogy egyik nap ide megyek, másik nap pedig oda. Karatéban a fegyelmet, a tiszteletet tanuljuk, és ezt a focipályára is fel tudom vinni. Mindig, amikor hazérek az iskolából, akkor tanulok, elmegyek edzésre, és utána megint tanulok. Igazából szerintem, aki ezt már benne van ebbe az életbe, az ezt természetesnek veszi. És hogy mi hajtja? Igazából ezt még én sem tudom. Így szeretem ezeket a sportokat csinálni, a társaságot is nagyon szeretem, úgyhogy így ez. Víg Vivien a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulója, a Szekszárdi Kajakkenu Sport Egyesület sportolója. A 21-22-es tanévben 8 tantárgyból kapott dicséretet. A Maraton Európa-bajnokságon korosztályában 5. helyet szerzett. Az edzőm, Jánbor Attila, világbajnokságot nyert, és ez engem nagyon hajt, hogy az egyesületnek ugye, pontokat tudjak szerezni, és hát nyilván a szüleimnek is minél nagyobb sikerélmény szeretnék, hogy igen, megcsináltam, és ez a legfontosabb. Sport, ez egy jó dolog, kicsit hajtani kell érte, de minden elérhető, amit az ember igazán akar. Minden fájdalmam, vagy esetleg nehézségem akkor elszáll, és csak az van, hogy menni, és megcsinálni. És utána szépen lassan visszatérni az úgymond valóságba. Herczig Gábor testnevelő tanár és edző azt mondja, nekik is fantasztikus érzés egy ilyen gyerekkel együtt dolgozni. Ezek a gyerekek egy kicsit könnyebb dolgozni, mert ők mindenben maximalisták, és hát duplán teljesítenek, ugye ők nem csak a sportba teszik oda magukat, hanem a tanulásba is, és az az igazság, bevallom, hogy szeretjük, legalábbis én szeretem az ilyen gyerekeket, mert ők érdemes tanítani. Tehát ők mindent akarnak tudni, mindent meg akarnak csinálni, és mindent maximumra akarnak megcsinálni. Úgyhogy nekem könnyebb, én örülök neki, és látom, hogy mi van mögötte, mert én is a sportban dolgozok, és maximális elismerésem nekik. Hiába akarnám visszafogni őket, ez most lehetetlen, mondja Herczig Gábor. Nem nagyon lehet nekik ilyet mondani, erre vagy maguktól rájönnek, vagy egy idő múlva tényleg van az, amikor nem lehet mindent maximálisra megcsinálni. Próbálják azért megoldani ezeket a dolgokat. Ügyes, okos gyerekek, úgyhogy tudják, hogy mi az a pont, amikor már valamelyiket fel kell adni esetleg. Ezek a fiatalok tudják, mit akarnak az élettől, és mit várhatnak el önmaguktól. A látszat ellenére nem fáradnak bele a mindennapi küzdelmekbe, a nehézségek nem tödik le őket. Ők szeretnek nyerni, és ezért mindent hajlandóak feláldozni.
Most rövid reklám következik, majd a Magházba látogatunk, ahol a Luca naphoz kapcsolódóan rendeztek kézműves foglalkozást. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk a Telena magazint. Békés, meghitt karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk valamennyi ügyfelünknek. Ne feledje, jövőre is a már megszokott magas minőségű szolgáltatásokkal és alacsony árakkal várja Önöket Tolnán az Antal Service Kft. A DKC Hungária Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres, lézervágó lyukasztó gépkezelő kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben, illetve gépkezelőt hajlító és présgépekhez, targonca jogosítvánnyal rendelkező anyagmozgatót, csomagolót, betanított gépkezelőt, továbbá gyártástechnikus munkatársat, gépészmérnöki vagy gépésztechnikusi végzettséggel. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, ha vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.balone@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7130 Tolna, belterület 970/110-es szám alatt. Luca napi hagyományőrző foglalkozást tartottak a Magházban. A részevők egyebek mellett lucabúzát ültettek és mézes kalácsot is sütöttek. Az biztos, hogy garantált volt a jó hangulat. Türelmesen várják sorukat gyerekek és szülők, hogy az általuk készített, kézzel formázott szaloncukor megkapja azt a csokoládémázat, amitől eléri végső állapotát az incsiklandó, sokak által kedvelt karácsonyi desszert, amit aztán természetesen be is csomagoltak. Emellett mézes kalácsot is készíthettek azok, akik ellátogattak a Magházba. A résztvevők maguk nyújtották, majd szaggatták ki a formákat. December 13-a Luca napja. Ennek alkalmából a Tolnai Kulturális Központ Gabona Babona címmel szervezett hagyományőrző programot. A mai napon a gyerekek többféle programot próbálhatnak ki itt a Magházban. Elsőként szaloncukrot készítettek, utána következik a mézes kalácssütés, ezután pedig búzát ültetünk, elültetjük a Luca búzát, utána pedig lesz egy játékos kincskeresés, ahol karácsonyi díszeket kell majd keresgélniük. Ezt követően pedig benéz hozzájuk egy újabb lucanapi hagyomány is. Boszorkány fog érkezni hozzájuk, amit lucaszékről fognak megtekinteni, és végezetül pedig külön még játékokat próbálhatnak ki. Elmeséljük nekik, hogy miért is kell ilyenkor Luca búzát ültetni. Elmondjuk nekik a boszorkány hagyományát is, a lucaszék hagyományát is, meg készülünk a karácsonyra.
A néphagyományban ehhez a dátumhoz számos hiedelem, jóslat és babona köthető. A legismertebb népszokás talán a luca széke, a kifejezést az igen lassan készülő dolgokra szokták használni. Az ülőke készítését szigorúan csak december 13-án lehetett elkezdeni, és naponta csak egy munkafolyamatot lehetett rajta végezni. Oké. Szórjunk bele búzát. Gyakori szokás még, hogy a luca napján egy agyagcserébe vagy tálkába búzaszemeket vetnek, és ha azok karácsonyig kikelnek, akkor jó lesz a termés a földeken. A leány férhez megy, és az állatok egészségesek maradnak. A luca búzával a templomi oltárt is díszítik, karácsonykor pedig égőgyertyát állítanak a búzatövek közé. A Kulturális Központ ezévi rendezvény sorozata azonban ezzel még nem ért véget. A Tolnai Kulturális Központ készül még programokkal decemberben. A következő hétvégén, december 17-én lesz egy adventi programunk, a karácsonyi váró program. Ebben adventi vásár lesz, kézműves foglalkozás, zenés fellépő is lesz, táncbemutató, illetve lesznek kiegészítő programok, társasjáték, büfé, origami, kitűzőkészítés, minden, amilyen karácsonyhoz kötődik. A 2007-ben alakult meg az Ad Libitum kamarakórus. Az énekkar hosszú kihagyás után ezúttal a Tolnai Római Katolikus templomban adott adventi hangversenyt. Megteltek a Tolnai Római Katolikus templom padsorai, karácsonyi dallamok töltötték be a falakat, ugyanis két év kényszerszünet után ismét együtt énekelt az Ad Libitum Kamara kórus. Az énekkart 3 éve vezényli Simon Péter karnagy. 2 év pandémiás időszak után végre koncertezhetünk, és végre énekelhetünk közönség előtt, és ezt szerettük volna kihasználni. Augusztusban kezdtünk újra próbálni a hosszú kihagyás után igazándiból, és az volt az első cél, hogy advent idején egy koncertet tudjunk adni, és erre ma sor kerülhet szerencsére. Csonyi és adventi énekeket fogunk énekelni, a kapella és zongora kísérettel egyaránt, olyan karácsonyi műveket, amiket kórusműveket, amiket nagyjából már mindenki ismer a világon, nagyon népszerű egyházi énekeket, illetve a Puszt János Zeneiskola növendékei fognak közreműködni a műsorban nagy örömünkre. Tudom, hogy aki belekóstol, az nagyon meg tudja szeretni, mert egy csodálatos élmény egymás közelében közösen énekelni. Arra biztatok mindenkit, hogy aki szeret otthon énekelni, vagy bárhol, az próbálja ki velünk is, és meg fogja látni, hogy milyen csodálatos élményekkel lesz gazdagabb. Hát az éneklés önmagában már egy pozitív életélmény, tehát ez pozitív
impulzusokat kelt az emberben, hogyha ezt meg Falkában, közösségben tesszük, akkor meg egy közösségi élményt is ad, és egy jó csapatnak a tagja lenni szerintem az öröm, és az mindenkinek jó. Az biztos, hogy egy kórusban való éneklés, vagy egy zenekarban való játék mindig csak pozitív élményekkel gazdagítja az embereket. Én ezért szorgalmazom, hogy minél többet vegyenek részt ilyen formációkban. Hogyha most reméljük, hogy vége van a pandémiának, és nem lesznek már ilyen megszorítások, akkor igen, akkor szeretnénk. De szeretnénk külföldre is menni, tehát már tavaly terveztünk egy olaszországi fesztivált, de sajnos nem jött össze, de most már majd belehúzunk. És aki szeret énekelni, és egyszer elkapta a gép szíj, hogy úgy mondjam, az ebből többet nem tud szabadulni. Ez csoda. Kórusban énekelni, ez csoda. Nekem gyerekkorom óta fontos része az életemnek. Én már zene óvodába is jártam. Egy híres Kodály tanítványa, Kukas Klára volt a zene óvónéném, és akkor az ő javaslatára felvételiztem Szombathelyen a zenei általános iskolában, tehát úgyhogy gyakorlatilag az egész életemet végigkísérte a zene. Zongoráztam, sok kórusban énekeltem, Szombathelyen egy nemzetközi hírű zsönesz madrigálban, aztán a Szaváriainak együttesben, de itt Szekszárdon is, a pedagógus kórusban, egyféle vég a Gajárdában is, úgyhogy sok-sok felé megfordultam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!